Na, tehát akkor. De Pollim azt a bravúrt érte el, hogy a legjobb 96 között Humphreyst győzte le óriási mérkőzésen 3-2 arányban. 66 éves játékosról beszélünk. Aha. És Vandenberg az ellenfél, azért megnézi a szépet Pollim. Vandenberg az ellenfél, pedig kétszer jutott el eddig világbajnokságokon negyed döntőig, legutóbb például Josh Paint verte Woodhouse-t, aztán Adrian Lewis-t a 16 között, és Nathan Espinel-től szenvedett 5-3-as vereséget a negyed döntőben. Ugyanez volt 2018-ban, ott is negyed döntőig jutott, előbb Buntingot verte a legjobb 64-ben, aztán Jan Dekkert 4-2-re, majd Mensur Sujovicot, és az imént kieső Rob Cross-tól kapott akkor ki, 5-4 arányban, tehát egy nagyon szoros mérkőzésen. Igen, nagyon szoros. Ugye is azt a VB-t nyerte Rob Cross. Na. Hát ugye, mikor volt a felmérés, ugye Dimitri Vandenberg is közte volt azoknak, akikre azt jósolták, hogy világbajnok lehet. És ugye az egyik legnagyobb tornát tudta idén megnyerni, a World Match Play-t. Nem is akármilyen játékkal. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen játékot fog tudni mutatni Pollim is, és természetesen Dimitri Vandenberg is. És akkor kezdődik a nap utolsó mérkőzése. 9. kiemelt Pollim ellen. Már a gerelyhajító mozdulatot. Hát a mozdulatot elsőt persze. Láttuk Pollimtől. Apropó, ha már gerelyhajító, akkor a dél-afrikai játékost, akit először láttunk ma este, Cameron Carolissen, az ő beceneve például a gerelyhajító. Belekezdik. Elkezdték most már keményen. Gyönyörű játék eddig. Pollimnek is jön a tripla második nyillal. 100-as. Hú, de jó helyen megint az a nyíl. Az is. 180! Jó kis erődemonstrációt tart rögtön az elején Vandenberg. Na, lesz egy 11 nyilas. Igen, nem, megvan, 32. Az nem lesz, de 12 még lehet, az sincs. Igen, de hát ott van 570-re megy levele, de hát itt van újabb három nyila Dimitrinek, nagyon közel, bedobja, 14 nyilas lett, elidőzött ott a duplákkal egy darabig, de aztán végül akkora előnye volt ott tömegben, hogy nem tudta beérni őt Lim. Nem jó, igen. Legyint is rálim. Már megjött a tripla második nyíllal, 140. Ezzel a 140-nel csak mondom, hogy
csökkentette az első 9-nyilas átlagát. Akkor mindent elmondtam ezzel, ugye? Dimitri Vandenberg most csökkentette az első 9-nyilas átlagát, ugyanis most 150-ről visszaesett 147-re. Na látod, hogy... De ez nem most a világbajnokságról mondom, most mondom, de egyébként gondoltam most korábban, hogy ha valakiben benne van a 9-nyilas, akkor az Vandenberg. Így van. Hát igazából abban nincs benne, aki nem dob nyilakat a táblában. Igen. De tényleg nagyon benne van. 43. Milyen? Nagyon nem találja lém. Az is benne a triplába. Szenzációs játék eddig Dimitri Vandenbergtől. 180! Őrület! 180-át dobja. ...151,33-as első 9 nyillal. És az angol kommentárolók is ezt emelik ki. 124,96-os átlagon van jelen pillanatban egyébként. És 32, megint rádob a 11-ben, is dobja. Elképesztő, amit játszik, és ráadásul az sem zökkenti ki, nem gyakorol semmiféle hatást rá, hogy az ellenfél rettenetesen lassan dob. Hoppá! Ojjajjaj! 141! Ekkora hibát! Az jó a tripla, meg egy sima 20-as. 140. Visszadobta. Hát ez valami óriási, elképesztő, amit dob Dimitri. 140, az is jó helyre szállt pedig. Igen. És nézd meg, jön vele Pollim is most. Ó, ez átcsúszik a tripla egybe. Kettő is. 66-3 triplával. Milyen érdekes, hogy simán lehetett volna 180-as, csak pár milliméteren múlott. Igen, hogy... igen. Na, na hát mi történik? Nem dobott triplát? Hát... Azt számít csodának, hogy nem találtál a triplát eddig, igen. Száz. És jön vele. Na nézzük, 161-re. Megvan a tripla 20. Nem megy rá. Nem az ág, igen. Óriási, amit játszik. És nézd meg, jön vele Pollim is. De hát ez nagyon nehéz. Kérdezik a 9-nyilasnak, hogy mennyi pénz jár. Nincsen róla információnk. Annyit tudunk, hogy tavaly kettőt kellett dobni ahhoz, hogy valaki... Biztosra ment, igen, a BDC. Nincsen róla, de abban a pillanatban, hogy lesz róla információnk, az be is fogjuk mondani. Megoldja a 14 nyíl. Nagyon. Még úgy is gyors volt, hogy Lim lassan dob. Nagyon magabiztosan, nagyon magas színvonalú játékkal simán hozta az első szettet Vandenberg. Gyorsan lerendezte Vandenberg ezt az első szettet. Mondanám, az átlagos 115,62-os átlagon Dimitri Vandenberg. Az első 9-nél a 138,67-os, Pollim 79,92 és 81,11-es az első 9-nél a 85-tel kezdett. Eddig nagyon nagy erődemonstrációt tart Dimitri Vandenberg. Szerintem, ha ezt tudni,
tartani fogja tudni ezt, a, ezt az átlagot, vagy ezt a nyomást, azért az nagyon érdekes lenne. De így is az eddigi egyik legjobb leg a világbajnokságon. A set, bocsánat, amit dobott. Hoppá! De mérges Póli most. Lent jön a tripla 19. Második tripla benne. 140 megint. Itt látszanak az átlagok. Van itt egy nézőn, kérdezi de Tóth Máté. 140-es azzal kapcsolatban, amit én mondtam, vagy kérdeztem tőled, vagy mondtam neked, hogy egy lassan dobó játékos megzavarhatja egy gyorsan dobó játékos, de fordítva is igaz lehet ez? Persze, persze. Hát a lassan dobó játékos is, ha nem figyel, átverti, egy kicsit gyorsíthat a tempóján, és attól nem megy neki úgy a játék. Vannak olyan játékosok, akik szándékosan lassítanak hátsó pályáról, vagy gyorsítanak hátsó pályáról, akár, tehát nagyobb tempóval dob hátsó pályán, hogy ne találd a ritmusodat, mert az érzés, a ritmus, ha megvan a ritmus, az is hozzá tartozik ahhoz az érzéshez, hogy neked jobban menjen a játék. Tehát ezek, most mondhatnunk úgy is, hogy ezek ilyen apró fondorlatok, de azt azért gondolod, hogy Paul Lim nem azért dob lassan, hát hogy kizökkentse a másikát, neki ez a tempója. Egyébként lehet nézni, hogy majd maximum nagyobb kört megy Dimitri ahhoz, hogy visszamérjön, és akkor azzal is telik az idő. És bedobja! És ezzel megvan az első leg. Igen, 15 nyilas leg. Szépen csinálta Lim. Köszönjük szépen Tóth Máténak ezt a kérdést, mert tényleg mindig arról van szó, hogy egy gyors játékos mennyire zavar meg azt, hogyha az ellenfél lassú. Tehát ez vice versa igazi ezek szerint. Igen. Oly, hogy áttolta, milyen csúnyán találta tollat, 121 a dobás így. Nagyon belelendült Lim. Igen. Most nagyon jó két triplás játszanak. Körök. Nézd, de most nagyon eltalálta. Elkapta jön is föl átlagba, jön is föl átlagba. Újabb! 125! Megint két tripla. Ebben a legben szerintem még nem is volt olyan kör, amiben nem, el lett mindegyik. Volna. Mindegyik. 121-140. Tripla. 140-125. Na, ezt még überelni is fogja Vandenberg? Nem, 140. Egy két triplás kör, igen. 100 pontra megy le. Azért, ma is voltak gyönyörű nagy nevek a játékba. Ez tripla 5, de holnap is jó meccsek elé nézhetünk. Jönnek a kedvencek. Igen, ez most nem volt, nem tudott kiszállóra lemenni. Nézzük meg, 100 pontra lesz-e 11 nyilas Dimitritől. Megvan! És a dupla 20. Lesz bizony! 11 nyilas megint! Egy-egy! Tehát még dobott egy 11 nyilas, két darab 11 nyilas, meg két darab 14 nyilas. Ez a négy leg, amit eddig megnyert. Tehát holnap lesz Ricky Evans, Mickey Mantle összecsapással kezdődik majd a közvetítés délután, és aztán jön a nagy kedvence mindenkinek. Ja, te nem nagyon kedveled a Gary Andersont, igaz? Gary Anderson, Madas Razma összecsapás lesz, Bunting Andy Boltonnal fog összecsapni, Mansour Matthew Edgard, ez lesz a délutáni összecsapás. Aztán Dave Chisnall, Keegan Brown, Wattimena Nikkeni, Nathan Espinel, Scott Waits és Michael Smith, Jason Law.
ez lesz a 23-ai esti program, és utána ugye majd elmegyünk egy jó nagy pihenőre, majd 27-én fog kezdődni a következő sorozat, majd a legjobb 32-vel, 140. Majd nagyon jól játsz a Lim, nagyon jól játszik, megint két triplás körök. Kíváncsi vagy, hogy tud menni utána Vandenberg. 180! Teljesen egalizálta, de hát a kezdésből való előnye még Limnél van. Egy jó so... Áj, de kár érte, levált 19-esre. Nem jön. Tripla kell a kiszállóhoz. Nem tudja bedobni a 180-nal. Nagyon nagy nyomást helyezett Limre. Hoppá! 100-as. Lemegy 121-re. Malim. Lemegye 100 alá. Jó esélye van rá. Jó esélye van, nagyon jó eddig. 140-nel 40-e maradhat. Ó, hogy ne menne le. Mind a kettő benne van, megkérdezte. Igen, úgyhogy most egy sima 20. Kiemelt 20-as. Oj, de szép. Szépen megoldja. Meg kell oldani a Dimitrinek a 121-et, hogyha brékelni szeretne. Nagyon jó, tripla 11. És a Bulva sima 11-es lett. Bedobja! Óriási játék, egy 12 nyilas. Csalódás ez Lim számára, mert nagyon jó helyzetbe került. 11 nyíl, 11 nyíl, 14 nyíl, 14 nyíl, 12 nyíl. Ez az ötleg, amit nyert. Döbbenetes. Három darab négy körös az ötlegből. 115,95-ös átlagon van Dimitri Vandenberg. 140, most mérges volt érte. De mi is? Ja. Szeretted volna látni kinn a kis 9-est. Hát egy jó ideig. Csináltok egy olyan papírt. Kösz. Micsoda átlag. 26. Káprázatos. Ötvenötös, most nem jött tripla. Ha-ha. 108,9-es átlaggal eddig Fangerbené a legmagasabb átlag a világbajnokságon. És összesen azt mondja, hogy öten tudtak, hatan 100 fölötti átlagot elérni. Van, aki abból ki is esett. És ebből a harmadik legmagasabb átlagot elérő játékos, White, kiesett 102,3-es átlaggal. Igen, mert belefutott egy Kim Hybrexbe. 140, nagyon szép válasz. És az a Kim Hybrex pedig a negyedik a ranglistán 101,5-es átlaggal. Tehát ott az a meccs volt, ahol mind a ketten 100 fölöttivel zártak. 81. Igen, 81. Olyha, most már 20-as kellene. Jó. 70, vagy én sem, bocsánat, 68. Na, megint sikerül egy 100 fölöttit? Szerintem nem fog rámenni. Nincs meg. 18-as. 97. Nem megy rá búra. Így lesz a tuti. Jó,
és megdobhatja, ez lesz a mérkőzés eddig legrosszabb lege egyébként. Mondom, mert ugyanis 15 nyilas dobott Pollim, az volt a legrosszabb leg, és ez most már a 16. nyílra megy. Milyen 17 nyíl, 17. Hoppá, 18. is lesz belőle. De megtalálja. Hát ez óriási. Újabb szettet zsebelt be Vandenberg, és 2-0-ra vezet Lim ellen. Na, mi vagyunk. Na, hát most hát 10 000, voltunk a 10 000 futballedző országa, most már a 10 000 csodadárc játékos országa is lettünk. Általán néha eldobni 2-3 nyilat, és akkor talán utána véleményt formálni ilyen, főleg ilyen stílusban, úgyhogy itt én le is zárom ezt a 109,6 átlag. Ja. Lehet, hogy az utolsó szettet látjuk. Igen. És most az igaza van az egyik nézőnknek, hát állandóan szembesülünk a 9-essel. Csak ja, igen, csak nem sárga alapon. Nem sárga alapon, de jó. 180! Várja, de most sárga alapon is. Igen. Megjelenik. És hogyha elveszik, akkor is kimmarad. Na. Igen. Bűvös szám ez. Papa! És még egy másik, két nézőnk is kérdezi, hogy miért van az, hogy így pörög a toll Lim nyilán? Mert az olyan pörgős, olyan szárat használ, aminek, amivel pörög a toll. Negyedik. Ötödik nyíl, csak az fölött százas. Miért pörög a toll? Vannak olyan szárak, amiben elfordul a toll. Tehát pörög rajta a toll, és hogyha eltalálja a tollat, akkor az allép pördül, és tovább megy a nyíl. De azért. Ilyet azért kevesen használnak. Igen, néha Peter Wright szokott. Van egy nagyon kevés játékos él ezzel a lehetőséggel. De van ennek van bármiféle előnye, vagy? Hát attól függ, hogy milyen stílusú játékos. Lehet, hogy azért használja, mert ő úgy érzi, hogy neki előnye van. A nyírakásnak néha nem tesz jót, hogyha úgy ültesse a tollan keresztül a játékos a nyilat. Mert azt azért tudni kell, hogy eltalálja a triplát, akkor utána nem egy új ura egy, nem próbálja rádobni a nyilakra, a bent lévő nyíra próbálja rádobni a másik többit, és akkor ezt hívják nyírrakásnak idézőjelesen, és akkor... Mint a mágia rakká. Hát nem, mert az keresztben van, de egyébként sem probléma. De nagy hasonlóság. Igen. Na nézzük az 56-ot. Dupla 18, megoldja, ja, 14 nyilas leg. De gyorsan meg is válaszolom ugye a poszton föltett kérdést, hogy vajon Derek felügyelő a Frau Kessler halála című filmben. Igen. Egyáltalán hány nyílból oldotta meg az ügyet? Nem kellett nyilat felhasználnia Horst Tappernek, ez a helyes válasz, mert ő nagyon jó felügyelő volt, és megoldotta a nyíl nélkül. Igen. Ez volt a helyes válasz, most már akkor mindenki tudja. Becsapós kérdés volt. Százas. De nagyon jó lett ez a kép egyébként.
Na most egy gól, kettő közé. Áj, nem gól. Sikerült bedobni, 60. Ó, megy le Vandenberg átlaga. Megyem. Fennmaradhatna ez, hogyha ha jobban ha megint kibagastott játszana Pollim. 180! Ez például pont jót tesz neki. Mondom, megy lefelé az átlaga. Jó. Átcsúszik az ötösbe, az sima 20-as. Nagyon szép. 92. Nagy előnyben van most Pollim. Hoppá, dupla 20. Bedobja! Újabb leget nyer. Kicsit most kiengedett. Kiengedett most Dimitri Vandenberg, ellenben Pollim megjön átcsopájáról eddig. 80 a dobás, ott tart, levált, 99. Összerakta egy kicsit. Kilencvenkilencet dobott Lim, teljesen együtt. Levált 19-esre, nem jön. 57-es a dobás. Tudom, hogy egy védbögrés poszt lett ígérve, de ezt holnapra tartogatom. De végül is meg kell adni az módját a dolognak karácsony előtt, úgyhogy holnap délután lesz védbögrés poszt. Tényleg? Mert is készült a fotó. Tényleg? De hát stílszerűen majd holnap. Száz nyolc van! Hatvanas, 67-re, megoldja Dimitri, ennél közelebb kerül, megvan, dupla 8. Bedobja, egy legy kell. 14 nyilas játék. Hát lehet, hogy az utolsó legét játssza Lim. Nyolcvanhárom.
Gyönyörű, 134-es kezdés hátsó pályán. Hát újabb tagja lesz a százasok klubjának. Valószínűleg a legjobb az nem lesz, az biztos, de... Igen, hát Van Gerwent nem előzi meg. De a második helyre jó lesz. Jó, bizony. Kim Huybrex meg fogja előzni. Kilencvenhetes. Na persze, ha csak nem csinál valami csodálatos dolgot innentől kezdve Lim. És utána kiszáll 148-ról. 140! Le a kalappal Paul Lim előtt, az az igazság, megmondom őszintén, hogy csak is tanulni lehet tőle. 66 évesen is mindig ide kijut a világbajnokságra, és mindig vala azért olyan játékot mutat, hogy beszélünk róla, nagyon sokan és szeretik. Nem is akárki győzött Lampriszt az első fordulóban. Így van. Óriási küzdelemben. Általában azért nem nagyon szokott meccseket nyerni, itt van, de... De ez az idei teljesítmény, ez valóban csodás volt, mert... Eddig jó a tripla. Az is jó! És a 170! Nem dobja be, majdnem meg volt egy 170. Holy, milyen arcot vágott rá! Az de jó volt! Így mondta, azt hitt, hogy itt a vége! 128! Főleg, hogyha most megoldja a 128-al. Tripla 20 és a Bull. Nincs meg sajnos, valószínűleg az utolsó nyila a VB-n. 24. És... mai formáját alapul véve Van den Bergnek meglepő lenne, hogyha ezzel nem birkózna meg. 9-es és két meccs nyíl. És be is dobja. Itt a vége. A meccsnek is, Limnek is, mármint Lim világbajnokságának az idén, és a közvetítésünknek is. Kedves nézők, holnap délután 1-kor várjuk Önöket a képernyők elé, akkor Lajos lesz majd velünk. Medinek köszönöm szépen, hogy velünk tartott. Kellemes karácsony mindenkinek. Így van, én majd holnap teszem meg ugyanezt. Én nem leszek, úgyhogy én most mondtam. Úgyhogy akkor én kívánok neked kellemes karácsony. És hát Önöket pedig várjuk a holnapi folytatásra. Itt van, gyorsan fussuk át még itt az eredményeket. Igen. Két döntőszettes mérkőzés volt, a Fitlock Labanauskas, illetve a Krosztöjven-Bode összecsapás. Délután is egy, este is egy. És 2-3-0-ás a Cullen Jones, illetve a Mitty van den Berg-Paul Lim mérkőzés. Hát akkor ezzel a kiírással búcsúzunk is. Mindenkinek jó éjszakát, vigyázzanak magukra. Holnap találkozunk. Méghozzá, akkor már várjuk meg ezt is. Ez az összeállítás, ez a párosítás lesz a holnapi nap folyamán, tehát fölül a délutáni, alul pedig az esti összecsapások. Most aztán már tényleg viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!